köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szilveszteri durroktatás, idén szabad a tűzijáték. Házi kedvencek az év utolsó napján az állatok védelmére hívják fel a figyelmet szakemberek. Bonyhádi évértékelő a gazdasági környezet fejlesztése áll a középpontban. Kocsma feeling és darts, amatőrök és profik küzdöttek az első helyért. Idén szabad az út a szilveszteri tűzijátékok előtt. A pirotechnikai eszközöket kizárólag december 28-a és 31-e között lehet megvásárolni az erre kijelölt árusítóhelyeken, például bevásárlóközpontok vagy nagyobb üzletházak parkolóiban. A katasztrófavédelem megfogalmazott pár tanácsot, amelyeket betartva elkerülhetőek a tüzek, balesetek. 2020 végén a koronavírus miatt általános volt a tilalom szilveszterkor, idén azonban nem marad el a tűzijátékozás, így aki szeretne, kedvére gyújtogathat egészen január 1-én reggel 6 óráig. Szekszárdon 18 helyen árusítanak pirotechnikai eszközöket. Rajnai Áron eladó azt mondja, hogy népszerűek azok a tűzijátékok, amik nem durranak, inkább fényeffekttel járulnak hozzá a szilveszteri hangulathoz. Most már mindenkinek elérhetőek olyan tűzijátékok is, amik azért elég nagyot szólnak, tehát hogyha most megvásárolják ezeket néhány ezer forintért, valaki akkor elég szép tűzjátékot lehet ezekből csinálni, szerintem ez mindenkinek élvezhető, úgyhogy szerintem, hogyha eddig még valaki nem próbálta ki, és esetleg nincsen kis állat a közelben, akkor érdemes kipróbálni. Nagyon fontos, hogy a tűzijátékokat mindig megbízható helyről szerezzük be, és használat előtt minden esetben olvassuk el az útmutatót. Itt, amely nagyon fontos információk lesznek számunkra, az egyszer példa telepítésével kapcsolatos tudnivalók, ilyenek a védőtávolság, ez ugye eltérő a különböző pirotechnikai eszközök esetében, ezt feltétlen tartsuk be. A telepítésük megint csak körültekintést igényel, tehát nem mindegy az, hogy most egy családi háznak a kertjében igyekszünk ezeket elműködtetni, vagy éppen egy társas háznak a kertjében. Nyilván oda is vonatkoznak különböző szabályok, tehát itt esetleg a házi rendet érdemes végigolvasni ezzel kapcsolatban. Köves Péter azt is elmondta, fontos, hogy száraz, sugárzó hőtől védett helyen kell tárolni a pirotechnikai eszközöket, ha pedig véletlenül nedvesség ér egy ilyet, semmiképpen nem szabad már elhasználni. A következő olyan szempont azok pedig a kis házi kedvencek lennének, ezek őket igyekezzük lehetőség szerint a házban tartani. Folyamatosan visszatérő probléma az, hogy elkoborolnak, adott esetben esetleg másokat is ezzel veszélybe sodorva, vagy csak szimplán nem fogjuk ott találni majd a kandallón mellett a kiskutyánkat. A tavalyi kimaradt szezon után a piac optimistán várja az idei szilveszeri időszakot, a pirotechnikai eszközök rajongóinak pedig jó hír, hogy áruhiánnyal várhatóan nem kell számolni, miután 2020-ról megmaradt teljes egészében a raktárkészlet. Az árusok egyébként kötelesek a megmaradt pirotechnikai eszközöket visszavenni, pénzt viszont nem fizetnek vissza. 3005 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.249.694 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 39.009 főre emelkedett. 3.854 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.258.000-en kaptak. Tolna megyében a járvány kezdete óta 26.374-en kapták el igazolhatóan a koronavírust. Az embernek szórakozás, az állatnak pedig kínzás lehet a szilveszteri tűzijáték. A kutyák annyira bepánikolhatnak, hogy ilyettükben akár el is szökhetnek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha megoldható szilveszteri éjjel ne hagyjuk magára a házi kedvencet, engedjük be legalább az előszobába vagy egy felülről is zárt kinti helyiségbe, ahol biztonságban érezheti magát az állat. Közeledik a szilveszter, ilyenkor éjjel tűzijátéktól és petárdáktól hangosak az utcák, bár az emberek ünnepelnek, a házi kedvencek szenvednek. Dr. Burus István szekszárdi állatorvos azt mondja, a kutyák többsége nagyon fél a hangos durranásoktól. Az állat ilyenkor önkívületi állapotba kerül, nem gondolkozik, csak menekül. Ilyenkor sajnos sokszor fejvesztve menekülnek, elszöknek, esetleg olyan távol el, kóborolnak, hogy nem is találnak haza. Előfordulhat, hogy balesetet okoznak, vagy baleset éri őket, úgyhogy nagyon rossz a kutyáknak ez a
szilveszteri tűzijáték és petárda dúroktatás. A szakember elmondása szerint, ha a kutya pánikol, fontos, hogy maradjanak mellette és próbálják megnyugtatni. Hogy megelőzze a bajt, ilyenkor a gazda azt teheti, hogy biztonságos, zárt helyre viszi az ebet. Ez lehet egy garázs, egy szuterin, ahol el tud bújni a tűzijáték idején, illetve lehet nyugtató hatású készítményeket adni. Ezekkel kapcsolatban ugye az állatorvosoktól lehet segítséget kérni. Ha valaki elkóborolt kutyát lát és úgy tapasztalja, hogy biztonságosan megközelíthető, akkor egyes benzinkutakon, menhelyen vagy állatorvosi rendelőben a négylábú csipjét leolvasva haza tudják segíteni a gazdájához. A NAV munkatársai a ruhaboltokban és a vendéglátóhelyeken ellenőriznek a következő napokban. Emellett a megye egész területén hétvégén is átvizsgálják a közterületeken és a piacokon a szilveszterhez, új évhez köthető szezonális termékek értékesítését, valamint a vendéglátóhelyeket. A revizorok ellenőrzik a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását és a forgalmazott áruk eredetét is. Polgármesteri évértékelőjében Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere azt mondta, hogy a következő időszakban kiemelt figyelmet fordítanak majd a város gazdasági fejlesztésére, emellett saját erőből és pályázati források bevonásával jelentős úthálózat korszerűsítést terveznek. A Covid-járvány ellenére a vártnál jelentősen több helyi adó folyt be Bonyhád város kasszájába, mondta el Filóné Ferenc Ibolya egy évértékelő beszélgetés keretében. Örömmel számolhatok be a lakosságnak, hogy azon túl, hogy mi óvatosan terveztünk, még a tavalyi évet is felülmúlta ez az iparűzési adóbevétel, 670 millió forint folyt be a város kasszájába. Ilyen még sosem volt, Covid ide vagy oda. Mi magunk sem tudjuk pontosan, hogy mi az, ami ezt ilyen mértékben befolyásolta, bár vannak tudatos lépések és döntések afelé, hogy az itt működő vállalkozásokat hogyan tudjuk segíteni. Ennek a folyamatnak része az ipari park további bővítése, tette hozzá a polgármester. Mindez azt is jelenti, hogy a következő pályázati ciklus célkitűzései között prioritást élvez a gazdasági környezet további fejlesztése is. Járásszékhely településként megközelítőleg 5 milliárd forintra pályázhat majd Bonyhád város. Tovább lépni úgy tudunk, hogyha fejlesztünk. Azt tervezzük, hogy az ipari park 3-as számú bővítése kapcsán olyan alapinfrastruktúrával és telkek kiosztásával gazdagítjuk a meglévő ipari területünket. Nagyságrendileg egy 5 hektárról beszélünk, ami a város tulajdonában van, és amely elérhető lesz itt működő vállalkozásoknak, akik itt szeretnének Bonyhádon céget alapítani, illetve azoknak, akik már most is itt működnek, csak kinőtték a jelenlegi telephelyüket. A fejlesztési csomagban szerepel még a kerékpárút kiépítése a Váraljai parkerdő irányába. Továbbá energetikai korszerűsítésen eshet át a város könyvtára, valamint lehetősége nyílik a településnek egyéb források felhasználásával 5 utca útburkolatának rekonstrukciójára is. Átlagosan a költségeik 15%-os emelkedésére számítanak 2022-től a kis és közepes vállalkozások, közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT szerdán. A költség növekedésből 7%-ot a minimálbér és a garantált bérminimum emelése tehet ki. A GKI emellett az energiahordozók drágulását emelte ki, amely, mint írták, valószínűleg jövőre is folytatódik. A magasabb költségek várhatóan az inflációt is gyorsítani fogják, tették hozzá. Minden évben ugyanazon a napon, december 28-án rendezik meg a Sprinterek Darts Kupát Szekszárdon, ami amatőrök és profik versenye. Idén 15. alkalommal jöttek össze a sportolók, hogy összemérjék tudásukat. Most épp gyakorolnak azok a résztvevők, akik beneveztek a Sprinterek Kupa versenyre, készülnek a döntőjátékra. Idén 15. alkalommal került megrendezésre a Szekszárd legnagyobb múlta rendelkező darts bajnoksága. A tavalyi évben ugyan elmaradt, idén viszont újult erővel kezdtek bele a szervezők a rendezésbe. December 28-án 58 fővel rajtolt el a mezőny a szekszárdi alibi sörözőben. A férfi játékosok mellett 3 nő és egy gyerek is részt vett a versenyen. Ez a darts verseny arról szól, hogy amatőrök és profik ugyanúgy együtt indulnak és megméretetik magukat. Tehát nem teszünk különbséget. Jagica Gábor 2007 óta dárcozik. Először csak baráti körben játszott, később viszont komolyra fordult a játék iránti lelkesedés, és már igazolt versenyzőként képviselteti magát a megmérettetéseken. Most ez a Sprinterek Kupa, ez nekem a 3.
szám szerint. Az előző kettőbe sikerült a döntőig menetelnem, de ott aztán hát mindkét alkalommal egy pici szerencse kellett volna az első helyhez, és sajnos nem jött össze, de hát reméljük, hogy ma összejön. A döntő és a harmadik hely kijátszása a közönség előtt zajlott. A döntő nyertese Jagica Gábor lett, aki a dicsőségen túl egy trófeával és egy ajándékcsomaggal lett gazdagabb. Regionális híreink következnek. Csere és akció a boltokban karácsony után, Somogyban a ruhaneműk és az elektronikai cikkek voltak a legnépszerűbb ajándékok. Kedvező szabályok az általányadózásban, változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok. Teremfoci bajnokság, legendás labdarúgók, fiatal tehetségek és ma is aktív játékosok vesznek részt a tornán. Ruhanemű és elektronikai cikkek voltak a slágertermékek a megkérdezett Somogy megyeiek körében egy országos áruházláncnál Siófokon. Azonban előfordul, hogy az ajándékba kapott pulóver mérete nem megfelelő, vagy az adott eszközből már van otthon. Ezek cseréjére természetesen van lehetőség, ehhez azonban meg kell őrizni a vásárlást igazoló blokkot. Az ünnep után azonban nem csak cserére nyílik alkalom, ekkor kezdődik ugyanis a leárazási időszak. Vannak, akik ilyenkor már a következő ajándékozásra készülnek. A játékok között válogatott ez az anyuka egy siófoki hipermarketben. A nagymamától karácsonyra kapott pénzből vásárolt a fiának. Most kimondottan egy ilyen távirányítós játékot kerestem, az volt az elsődleges szempont. Mindig elrakom a blokkot, mert a garancia ugye csak úgy érvényes, hogyha ne adj Isten nem jó, akkor csak úgy lehet visszahozni. Az anyuka azt mondja, hogy mindig körültekintően vásárol azért, hogy ne érjen senkit se csalódás karácsonykor. Elmondhatom, hogy a gyerekek mindennek örültek, amit vettünk elektronikai cuccok, minden jól működik, nem kellett visszahoznom semmit se, úgyhogy én azt mondhatom, hogy az idei karácsony jó sikerült. Karácsony után a legtöbb üzletben 20-30, de akár még ennél nagyobb kedvezményeket is kínálnak egyes termékekre. Ebben a siófoki hipermarketben a játékok és a ruhák is olcsóbban beszerezhetők, de a karácsonyi dekorációkért, kiegészítőkért is kevesebbet kell fizetni, mint az ünnep előtt. Volt, aki kifejezetten az akciók miatt érkezett. A csomagolópapírokon nagyon sokat keresgéltünk, a karácsonyi dekorokat. Ezek kifejezetten karácsonyi mintások, úgyhogy ezek is ilyenkor nagyon jó árban vannak, és még jók lesznek. Előfordulhat azonban, hogy a karácsonyra kapott ajándék nem megfelelő, vagy már van belőle, akkor ezeket vissza lehet vinni és kicserélik. Az általunk megkérdezett egyik áruházláncnál is lehetőség van erre. Itt általában a ruhákból szeretnének új méretet, vagy az elektronikai cikkeket másra cserélni. Idén ezekből az ajándéknak való termékekből fogyott a legtöbb. De mi úgy számoltunk, hogy körülbelül olyan 200 ezer darab elektronikai cikket, és körülbelül egy 1,7 millió darab játékot fogunk eladni, hiszen mind a két kategóriában számos újdonsággal készültünk a vásárlók számára. Az általunk megkérdezett vásárlók odafigyelnek a blokkok meglétére, hogyha valamelyik ajándék mégsem lett jó, akkor az ne legyen probléma. Igyekszem körültekinteni, a blokkokat azokra most már figyelek, azért előfordult régebben malőr. Az elektronikai cuccokat nem szoktam kipróbálni a boltban, de van blokk, van jótállás, azért ha baj van, akkor vissza lehet vinni. Azt tanácsolják a szakemberek, hogy minden esetben őrizzük meg a vásárlást igazoló blokkot, hiszen csak ez ellenében érhetünk panasztal, vagy cserélhetjük ki az adott terméket. Kedvezően változnak az egyéni vállalkozók általányadózásának szabályai 2022-től. Erről beszélgettünk a NAV Baranyai sajtóreferensével Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina elmondta, hogy azok vehetik igénybe ezt az adózási módot, akiknek az előző évben szerzett jövedelme nem haladja meg az éves minimálbér 10-szeresét. Változnak az egyéni vállalkozók általányadózási szabályai. 2022. január 1-től ugyanis emelkedik a feltételként meghatározott bevételi értékhatár. Így az érintettek akkor választhatják ezt az adózási formát, ha az előző évben a bevételük nem haladja meg az éves minimálbér 10-szeresét, és addig maradhatnak általányadózók, amíg jövedelmük szintén nem haladja meg ezt az összeget. Míg 2021-ben 4 költséghányadot alkalmaztak, addig 2022-től már csak 3 lehetőség közül lehet választani. Tehát a 40%-os költséghányad az általánosan lesz érvényes, a 80%-os költséghányadot azok az adózók alkalmazhatják, akik olyan tevékenységet folytatnak, amelyet az SZIA törvény felsorol,
illetve van egy 90%-os költséghányad, ez pedig alapvetően a kiskereskedelmi tevékenységet folytató adózókra vonatkozik. További kedvező szabály, hogy a nyugdíjasoknak megváltozik a költséghányad felosztása, ugyanaz lesz, mint a főállású vállalkozóké. Emellett az éves minimálbér feléig adómentes lesz az általányadózó jövedelme. Ez azt jelenti, hogy mivel 2022-ben 200 ezer forint lesz a minimálbér, így az éves összeg fele 1 millió 200 ezer forint. A bevallás készítésekor nem lesz változás, nem kell másként benyújtani a dokumentumot a NAV-hoz. Tehát az általányadózónak addig nem kell adóelőleget fizetnie, amíg ezt az 1 millió 200 ezer forintot meg nem haladja. Tehát például, hogyha eléri az 1 millió 400 ezer forintos jövedelmet az általányadózó, akkor ugye 1 millió 200 ezer forint az adómentes rész, és a 200 ezer forint után kell neki majd először személyi jövedelemadó előleget fizetnie. Amennyiben a katás egyéni vállalkozó úgy dönt, hogy általányadózó lesz, akkor ezt a kata választás megszűnésével együtt jelentheti be. Fontos, hogy meg kell felelnie a feltételeknek, de arra is oda kell figyelni, hogy csak akkor választhatja ezt az adózási formát, ha már legalább 4 adóév eltelt a korábbi általányadózás választása óta. Hajdani legendás labdarúgók, fiatal tehetségek és ma is aktív játékosok vesznek részt az 5. foci világ Kozár Michelin kupán. Az évvégi teremtorna jó alkalom az önfelett játékra, a baráti beszélgetésekre és a nosztalgiázásokra. Idén 5 ligában hirdették meg a kupát, de érdekes kiegészítő programok, mint FIFA Xbox bajnokság és freestyle bemutatói színesítik a háromnapos tornát. Nem maradnak teremfoci nélkül a két ünnep között a baranyai csapatok, hiszen ismét nagyszabású teremlabdarúgó tornát szerveztek a Kozár-Michelini sportcsarnokban. Erre a tornára egykori kiváló labdarúgók is mindig szívesen érkeznek. Dr. Herger Röder Tamás, aki nem csak az öreg fiúk bajnokságban, hanem a PEAC színeiben is játszik még, és tagja volt a 2006-2007-es szezon végén az MB2-be feljutott Kozár-Michelini labdarúgó csapatnak, ezúttal a Michelin legendák senior gárdájának csapatkapitánya. Igazából az életemben nagyon fontos részét jelent, és rengeteg szép emléket, úgyhogy nekem ez egy nagyon fontos szakasz volt az életemben, és a mai napig az egyik legmeghatározóbb élményem. Suba János, aki szintén tagja volt az MB3-as bajnok és a másodosztályba feljutott Kozár-Michelini csapatnak, és jelenleg edzősködik, a nyílt kategóriában is szerepelt, de a másnapi senior ligában is pályára lépett a Michelin legendák színeiben. Sok sérülés miatt már egyre kevésbé vállalom ezeket a teremtornákat, de azért próbálok mindig megfelelni a dolgoknak. Hozzáteszem, hogy én már 5 térműtéten vagyok sajnos túl, úgyhogy már tényleg egy kicsit kevésbé vagyok ennek híve, de csemetéimhez visszatérve nagyon szeretem és szeretnék is ebben foglalkozni a futszállal is. A teremtornán részt vett Városi Viktor is, aki az élvonalban is megfordult a PMFC-nél és Kozár-Michelinben is futballozott. Hosszú betegség után szeretne mihamarabb visszatérni a pályára. Nekem nagyon sokat, ugye, mert én azért nagyon sokat voltam itt MB2-be, 3 szezont is, ugye, és én imádok ide, mind a haza jönnék körülbelül, nekem nagyon jó. Idén 5 ligában hirdették meg a kupát, de érdekes kiegészítő programok, mint a FIFA Xbox bajnokság és freestyler bemutatói színesíti a háromnapos tornát. Lesznek kiegészítő rendezvényeink, jönnek neves freestyler futballisták bemutatót tartani, most zajlik az Xbox bajnokság, aminek most lesz a döntője. Úgyhogy én úgy érzem, hogy aki itt van, az jól érzi magát, és az volt a legfontosabb szempont számunkra. Hogy a karácsony után egy kicsit a közösséget összehozzuk, összekovácsoljuk, régi futballisták találkoznak, és ez a célja, ez a lényeg annak a rendezvénynek. A teremtorna a női és a junior kategória küzdelmeivel folytatódik. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Szilveszteri durroktatás, idén szabad a tűzijáték. Házi kedvencek az év utolsó napján, az állatok védelmére hívják fel a figyelmet szakemberek. Bonyhádi évértékelő, a gazdasági környezet fejlesztése áll a középpontban. Kocsma feeling és darts, amatőrök és profik küzdöttek az első helyért. Csütörtökön így zömében borongós idő várható, elszórtan időszakosan kisebb esőkkel, gyenge, mérsékelt délnyugati szél fúj, majd tovább enyhül az idő.
Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!